És beszéljünk egy kicsit oktatásról. A Klebelsberg intézményfenntartó vezetője szerint a központ létrehozásával átláthatóbb, hatékonyabb, a közoktatás színvonalát növelő és esélyteremtő rendszer jött létre. A KLIK 1990 óta ismeretlen méretű lehetőséget nyitott a magyar köznevelés súlyos problémáinak megoldására. Ezt mondta Marek Népintér Aranka és Néder Müller Péter DK alelnökkel, oktatási szakpolitikussal. Beszéljük meg, hogy ők hogyan látják ezt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gondolom, ön nem látja ennyire fényesen a KLIK eddigi tevékenységét. Nem, de ugyanakkor teljesen természetesnek veszem, hogy a KLIK vezetője nem mondhat mást. Noha azt kell mondanom, és ezt azért szomorúan mondom, hogy abból, amit a Marek Aranka elmondott, abból semmi nem így van a valóságban. Sőt, azt kell mondanom, hogy a valóság, hogyha az ember kimegy az iskolákba, beszél a pedagógusokkal, iskolaigazgatókkal, szülőkkel és diákokkal, akkor mindennek az ellenkezője igaz sajnos. Hát akkor vegyük tételesen, mert hogy sok mindent felsorol Marek Népintér Aranka, mint ahol lényeges áttörés és javulás történt. Egyrészt például azt mondta, hogy az intézmények fenntartói jogának átvétele a tanévrendjének megzavarása nélkül megtörtént, a béreket határidőben fizetik, és nem pazarol a rendszer. Ez nem így van? Hát ugye például az, hogy a béreket határidőre fizetik, az nem mindig volt így. Ugye pont ebben a műsorban beszéltünk több alkalommal is arról, hogy milyen elmaradások voltak, és azt arra is hívjuk fel a figyelmet, hogy szóval nehéz azt mondani, hogy nem igaz, nehéz azt mondani, és nem is azt mondom, hogy az intézményvezető asszony hazudik, de legalábbis azt mondani, hogy a rendszer problémamentesen állt át, hát azt mondjuk azt, hogy a valóságban egyáltalán nem így történt, akkor vagy azt kell feltételeznem, hogy a vezető asszony nem ismeri azt, hogy mi történt az iskolákban, vagy azt kell feltételeznem, hogy elfelejtette azokat a problémákat, amelyekkel az iskolák szembesültek szeptemberben, arra nem akarok gondolni, hogy tudatosan csúsztat. Mert hogy milyen problémák voltak, amelyekre emlékeznie kéne? Számtalan probléma volt. Gondoljon például a tankönyvekkel kapcsolatos problémára, nem kapták meg, rossz csomagokat kaptak, befizetések körüli cirkusz, júliusba fizessük be, augusztusba. A tanárok óraszámának a megállapítása, augusztus végéig nem tudtak tanrendeket csinálni. Voltak olyan iskolák, ahol szeptemberben már az oktatás megkezdését követően sem tudták a tanárok, hogy mikor mit kell tanítaniuk. Nem volt szabályozva az, hogy például mi ez az eseti helyettesítés, és sorolhatom. Tehát azt kell, hogy mondjam, az egész ősz, késő őszig úgy ment, úgy működtek az iskolák, hogy állandó működési zavarokkal kellett szembenézniük, arról nem is szólva, hogy az iskola igazgatók egyszerűen nem tudták, hogy mi az, amit ők még eldönthetnek, mihez kell kérni a járási tankerületnek a hozzá beleegyezését, mihez kell, hogyan kell a KLIK-hez fordulni, nem lehetett a KLIK-et elérni, nem működött a honlapja. Szóval azt gondolom, hogy ez a műsor nem elegendő arra, hogy felsoroljuk, hogy mi nem működött, és nem működik a mai napig rendesen. Arra én is emlékszem, hogy a rendszer indulásakor nagyon sok olyan példa volt a sajtóban, hogy egy betörött ablaknak a megcsináltatása az micsoda bonyodalmakat tud okozni, de lehet, hogy ez egy kezdeti jelenség volt csupán, mert hogy most azt mondta a KLIK vezetője, hogy az évek óta elmaradt karbantartási és javítási munkák is hatékonyabban valósulnak meg. Hát, hogy nyilván még egyszer mondom, persze, hogy azt mondja, soha nem fogja beismerni azt, hogy nem működik ez a rendszer. Csak ugye azt szeretném mondani, hogy mostanra lehet, hogy ön és sokan úgy látják, hogy na, akkor valahogy jobban működik, kicsit jobban én működik. Én sehogy nem látom őszintén, szóval nem látok rá az iskolákra. Önt kérdezem, igen, hogy milyen alapja lehet annak, hogy most azt mondják, hogy a KLIK munkája eredményeképpen nem, hogy a folyamatban lévő karbantartás működik, hanem már az évek óta meglévő hátralékot is hatékonyan bepótolja. Ennek ugye ugyanaz az alapja, mint a kormányzati propagandának, amely mindenre azt mondja, hogy minden tökéletesen működik, Magyarország jobban teljesít, és így tovább. És itt, amiközben mindannyian azzal szembesülünk, hogy... És több tízezer pedagógus fogja a hasát országszerte a röhögéstől, mert hát ők minden, röhögéstől, azt tapasztalják minden nap az iskolában, hogy ez egyáltalán nincs. Ugye kínjukban, nem örömükben. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy az egész közoktatás nem működne, hogyha azok a pedagógusok, akik az iskolában vannak, nem erejüket megfeszítve próbálnák elvégezni azt a munkát, amit a KLIK inkább csak megnehezít, semmint segíti őket. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy azok a pedagógusok ennek az egész rendszernek az áldozatai, de ugyanakkor a legnagyobb hősei is, akik az iskolába vívják a mindennapi csatájukat, például abban a tekintetben, hogy ugye most már tél van, hideg van, a gyerekeknek
gyerekeknek benn kell lenni fél négyig, vagy négyig az iskolába, egész napos iskola, nem tudják őket hova kiengedni, az udvarok nincsenek olyan állapotban, gondoljon falvakra, gondoljon kisvárosokra. Szóval azt gondolom, hogy ha pedagógusaink nem olyanok lennének, mint amilyenek, akkor ez az egész rendszer úgy, ahogy van, nem működne. Pedagógusokat illetően azt tudtuk meg, hogy határidőre és sikeresen lebonyolították az átsorolásukat. Hát ugye ez egy viszonylag egyszerű dolog volt, ez is egészen elképesztő mondat, mert anélkül, hogy itt a részletekbe belemennék, ugye minden pedagógus, ma az úgynevezett pedagógus egy kategóriába van benne, nincsen meg a minősítési rendszer, nincs annak meg sem a kritérium rendszere, nincsen annak meg az anyagi fedezete, azaz ma egyetlen pedagógus sem tudja azt, hogy mikor kerülhet egy második az úgynevezett pedagógus kettő kategóriába. Dehogy nem tudja, akkor, hogyha ezen a minősítési eljáráson átesik, és a portfóliójukat szorgosan készítik. Így van, csak hogy ez a minősítési eljárásnak a szabály és kritérium rendszere nincs meg. Tehát senki nem tudja, hogyan fog történni a minősítés. Nem tudom, hogy önnel vagy kivel beszélgettem arról, hogy ugye azok a szakemberek nincsenek még meg, akik majd a minősítést végezni fogják. Úgyhogy egyelőre ez olyan vizsga lenne, tudja, ahol vannak vizsgázók, akik szeretnének vizsgázni, csak nincsen vizsgaszabályzat, nincsenek vizsgáztatók, és mindenki arra vár, hogy egyszer majd csak lesz valami. Minden esetre ennek a rendszernek állítólag most már zajlik a finom hangolása. Mi az, amit ettől a finom hangolástól esetleg még várhatunk, hiszen az, hogy a rendszer nem fog most alapjaiban átalakulni, illetve megszűnni, és nem állunk vissza arra, ami eddig volt pontosan, az feltételezhető. Nézd, én semmiféle finom hangolástól nem várok semmit. Én azt gondolom, hogy a választások hátralévő időszakban ennek a oktatási kormányzatnak egy feladata van, hogy ne okozzon további károkat. És aztán úgy kell megszüntetni, mint a soha nem is lett volna? Nem egészen erről van szó. A demokratikus ellenzékben résztvevő pártok hosszabb ideje egyeztetnek arról, hogy a demokratikus ellenzék kormányzati választási győzelme esetén milyen lépéseket lehet tenni, meg miket kell azonnal meglépni, miket hosszabb, középtávon vagy hosszabb távon. Egyeztetés alatt áll egy új közoktatási törvény, amit abban az esetben, hogyha demokratikus ellenzék kormányra kerül, amit én egyetlen percig sem kétlek, abban a pillanatban meg fogjuk tenni azokat a lépéseket, hogy az új parlament első vagy második összejövetele alkalmával elfogadhassuk ezt a törvényt azért, hogy szeptemberben már egy normális európai léptékű oktatási rendszer felé induljunk el. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét.